Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Illetve ez a felvétel két napra szól. Július 1-ére és július 2-ára. Mars bolygó az indiai számítás szerint a kos jegyében van. Mars bolygó uralkodik a kos jegye felett, tehát itt jól érzi magát. Megvan az életerő, a bátorság, amit kimutathatunk most így a következő napokban, hetekben, hiszen Mars bolygó hosszabb ideig még itt marad a kos jegyében. Viszont, ami a hold állását illeti, nincs jó hatással most a következő egy-két napon a Mars bolygó energiájára. A hold az a rák jegyében van. A hold uralkodik a rák jegye felett, tehát van ez a kellemes hold hatás. Viszont a hold és Mars bolygó olyan távolságban van egymással, hogy itt vannak belső feszültségek, anyai témák, különösen ami a férfiakat illeti. Az is lehet, hogy a napokban lesznek bizonyos pillanatok, amikor fáradtak, kimerültek vagyunk. Vénusz bolygó az a bika jegyében van, és Vénusz bolygó uralkodik a bika jegye felett. Tehát itt otthon érzi magát. Ez egy nagyon erős szerelmi energia, hiszen Vénusz bolygó utal a szerelemre, de utal ránk nőkre is. És mivel Vénusz bolygó a bika jegyében, a föld elemében van, és a hold, ami szimbolizálja az érzelmeket, az a rák jegyében van, a víz elemében, itt megvan a harmónia, hiszen a föld eleme és a víz eleme barátságban áll egymással, amit mi hölgyek érzünk, hiszen megvan a belső nyugalom, ki tudjuk mutatni az érzelmeinket. Július 1-én Merkur bolygó még a bika jegyében van. Itt rendezhetjük az anyagiakat. Július 2-án a Merkur bolygó áttér az ikrek jegyébe. Merkur bolygó uralkodik az ikrek jegye felett. Itt lesz mozgás, beszélgetések, előnyös szerződések, tehát lesz egy jó Merkur energia. A hold, az a Pushia holdházban van, ami lefordítva virágot jelent. Ez utalhat a természetre, a kerti munkára, az is lehet, hogy valaki egy virág csokorral, tehát ajándékkal közeledik hozzánk. Amit ez a holdház még jelenthet, hogy azt, amit terveztünk, most meg tudjuk valósítani, ez gyümölcsözni fog, kivirágzik. Ennek a holdháznak van még egy fontos jelentősége. Ha van egy negatív energia, vagy valami rosszul indult a napokban, akkor most itt a napokban jóra fordul. Ha úgy érzed, hogy valaki támad téged, vagy van egy fekete mágia, akkor a napokban tarthatunk egy szertartást, hiszen akkor lezárja ezeket a külső befolyásokat. A mai napon, illetve ezen a két napon van egy visi jóga és egy vósi jóga. Az azt jelenti, hogy Vénusz bolygó adja az impulzust, és a hold az kifele mutatja. És ezt úgy éljük át, hogy mi hölgyek, ami a Vénusz bolygó energiáját illeti, vagy a szerelem, ez adja az impulzust, tehát mi hölgyek vagyunk aktívak, és ami következik, az a hold energiája, tehát érzelmek. Mi hölgyek, ki tudjuk most mutatni az érzelmeinket,
A férfiak ezt elfogadják, de mivel Mars bolygó és a Hold között van ez a feszültség, ők még inkább olyan visszahúzódóak, de örülnek annak, ha mi szeretettel, szerelemmel közeledünk hozzájuk. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!